Hát itt a Benkő Dániel, lantoművész, aki szakállas, és a Döme, akinek nincsen szőre. Mert arculatváltása. Pozícionáltál. Mert hogy az a témánk, hogy ugye bundát cseréltek. Igen. Hogy arculatváltásra menni, hogy meg, hogy azt a... amikor a GPS újra tervez. Ő egy spánielnek kinéző, illetve még annak se kinéző jószág, ezüst füle. Igen. Nekem meg ugye mindig fekete volt a szakállam helye, most ezüst lett. És azt miért kell neked? Mert a környezetemben levő személyek, főleg nőnemű lények, drága hölgyek, követelték. Hogy? Hogy ennek így kell lenni. De miért? De indokoltak? Mert így vagyok, nem tetszem neked? De abszolút, tökéletes, olyan szépek vagyok. Tudományos kinézetet. Hagyd dicsérjek már, Benti, úgy egymásra találtatok, olyan szép pár vagyok. Ugye? Mi jól vagyunk. Ebben még több is van. Ne, hagyjál el. Na, ezt hagyjuk. Nincs benne több, mert ugye aki házas, az házas. Tehát így ezt nem. Nem te mondtad, én mondtam. Én láttam, hogy nagyon mérges lettél. Nem leszek mérges. Na. Bocsáss meg. Dani, semmi gond. Szóval, most akkor mi a következő lépés? Látod, az öltözködésben is van egy előrelépés, hogy még szebbnek kell lennünk, mint tavaly voltunk. Sőt, ma még szebbnek kell lennünk, mint tegnap voltunk. Ti egyre szebbek vagytok, és gondoltam, hogy már snassz, ahogy én jöttem, mindig öltönbe, a szürke, meg fekete ing, ugye? Hát azért ez mégiscsak már... Nyárias, abszolút, ez a világos zöld szín. Tehát én divatdiktátor is szeretnék lenni azzal, hogy mindig ki akarunk öltözni. Most van egy ruhatáram. Igen. Mert nem dobtam ki a ruhájamat az elmúlt 40-50 évben. Megvan mindegyik? De mindegyik nincs, mert sorba ajándékozom el. Igen. Őket. De nincs olyan stílus, amiben ne tudnék fel, mert új stílus nincs. Persze. Csak déjà vu, ugye? Hát ez már volt a 60-as években, volt a 70-esre, stb. Bárhova nyúlok, mindig van valami olyan anyag, ami... és valami egészen újszerűt felfedezek, azt bedobom, és mindenki engem néz az utcán. Dani, várjál! Most ezzel, hogy most szakállat növesztesz, hogy új karakter, a hölgyek követetek, minden, ez jár valamivel, valami új műfaj kipróbálással? Divadiktátor akarsz lenni, tudom, de azon kívül... Az egész életem úgy telt el, hogy tulajdonképpen, hát rossz szó, de megbocsátjátok nekem, csajozással. Uh-huh. Tehát mindig a hölgyeknek akartam tetszeni. És őket tetszetni magamnak, tehát dicsérni. Mert az, ha elégedett és boldog egy hölgy a társaságomban, akkor mit akarhatok? Akkor arany az életem. Világos. De ennek mi gond a szakállhoz? Mert ilyen még nem volt. Nagy ősz szakállam, ezüst szakállam még nem volt most. Aha. Na most ezt az udvarlást, ezt gitárral csináltam meg landdal. Hogy? Úgy, hogy tettem a szépet, hogy szép dalokat komponáltam, megpróbáltam szépen játszani, és úgy érzem mostanra, a 70. évem előszobájában jutottam el arra a szintre, hogy ezt meg is fogom tudni valósítani. Oh. Most először itt Magyarországon fesztiválokon, úgy tudom, hogy nem szabad kimondani a fesztiváloknak a nevét, de nagy fesztivál, mint hogy tavaly is már elindult, és a nagy fesztiválon fiatal, 24-23 éves fiúk, lányok jönnek és keresik az igazságot. Jönnek és nálam keresik. Félik megtalálni az igazságot. Egy igazság van, a nő öle. Ajajajaj, igen. Jó. Igen, még szabad elmondani, nem? Figyelj, akkor vigyük tovább ezt a témát, ha már kimondtuk. Tovább. Vegetáriánus vagy még mindig? Abszolút. Kutya is? Igen, hát nincs, az, otthon nincs hús, meg nincs csont, tehát akkor nem tudom. Ugyanaz, például most babot csinált, bab volt, meg egy grizgaluskás sárgarépa leves. És Döme ezeket szereti? Hát látszik, hogy szép kis kedvenc az alma, a szőlő. Most például rákapott, van egy öreg cseresznyefám ott a teraszon mellett, és minden nap esz egy 10-20 szemet, és ő pedig érzi az illatát, ugye, az megjárta a kezemet, és cseresznye magot eszi, szétharapja, lenyeli, hát a csont helyett. Szerintem csont helyett, igen. Meg abban van valami keserű érzés, igen. Ugye, és az biztos kell neki, hát kis adagban a méreg az gyógyszer, ez nagy adagban. Amióta szakállad van, a szerelmi élet, az felpestült?
Tehát van konkrét új szerelmed? Vagy mindig is pesgő volt. Mindig is pesgő. Gondoltam. Monika tudja, hogy mindig. Hát legalábbis de buborékok elmélem. Most több buborék van, vagy kevesebb buborék van a pesgőben? Micsoda költői lett. Ugye? Hát te társaságodban, hadsz rám, igen. Buborékai, ezért. Van egy készülék, amiben több buborék egy gomb, és kevesebb buborék a másik. Mostanában a több buborékot nyomom meg, tényleg ez van. Nem több és nem kevesebb, hanem minőségi és rácsodák. Mostanra értem oda, hogy rá tudok csodálkozni a nőre. Igen, eddig nem. Eddig nem tudtam, mi az a nő. Jaj, ne mondj ilyet, hát mindig is akárhányszor voltál, mindig azt mondtad, hogy a legnagyobb tisztelője vagy a női nemnek, és... Igen, udvarias, úriember. Mindig kullogtam magam után. Ja, értem. Most utól érted önmagad. Most ért be a dolog. Remélem, hogy ez meg fog történni, de én értesíteni foglak benneteket, amikor átlépem azt a határt, amikor most tudom a végső igazságot. Mert tudom, hogy van egy végső igazság, és azt a nőben keresem. A nő jelenésben. Tudom, hogy férfire igazából nincs szükség, már olyan hírek kerjenek, hogy az evolúció folytán a férfi meg fog szűnni, mint olyan. De szükség igazából nincs rá, maradjunk egy, hát egy kéjelgő, nyálát csurgató figura a férfi, nem? Hát igen. A nő az eszencia. Egy kicsit a nyárról beszélgessünk, hol a fesztiválokon igen, túl, hagyjuk a szakállas vicceket, igen? Hol töltitek? Hát, most vannak nekem érdekeltségeim különböző vidéki településeken, egy a Dunakanyarban, másik pedig Nógrádban, gyönyörű szép helyeken, és arra gondolok, hogy a harmadik helyszínnel, a Schwab-hegyi rezidenciámmal, ahol elindultak a klasszik, fiatal művészek által elkövetett klasszikus zenei koncertek, most jövő héten lesz egy következő, fiatal borászok közreműködésével, de ezeken a különböző helyeken alapítványokat szeretnék létrehozni, és az én javaimat oda belevinni, nemzetközi táborokat akarok, mert tudom, hogy Új-Zélandtól, Kamcsatkáig és Ottavától, Rómáig, ha meglátják a keresőben, hogy itt a Benkő Dániel valamire készül a zenében és egyfajta szebb, élhetőbb élet bűvöletében, akkor kíváncsiak lesznek rá, és ez legyen egy csalogató. Úgy legyen, legyen, Dani, ezt úgy legyen. Kívánjuk, ezt kívánjuk. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, pláne ebben a szandálban, zokniban, zseniális. Fantasztikus. Jó, hogy össze vagyok költözve, elnézést, hogy bizalmas mertem lenni. Köszönjük, semmi gond, nem viccelj már. Tökéletes volt, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.